Sziasztok! A következő percekben a Bibliáról lesz szó, pontosabban annak az egyik részéről, az Új Szövetségről. Úgy tevezem, hogy az Új Szövetségről majd egy külön videóban fogok beszélni. Tehát lezárjuk az antik vitás korának irodalmával való foglalkozás, ha történelmi szempontból nézzük, még azért az ókorban vagyunk, de egy egészen új kultúrkör szövegeivel kezdünk el foglalkozni. Az európai és tulajdonképpen az egész nyugati kultúra meghatározó hagyománya az ókori görög-római kultúra és művészet mellett, a zsidó-keresztény hagyomány, és ennek a szent könyveit foglaljuk, vagy ennek a szent könyveit szoktuk biblia néven emlegetni. Én most itt a továbbiakban nem fogok részletesen elemezni szövegeket az Ószövetségből, ez egy nagyon vázlatos áttekintés arról, hogy mi az a néhány alapfogalom, amit ezzel az Ószövetséggel, meg úgy általában a Bibliával kapcsolatban tudni érdemes, illetve tényleg nagyon vázlatosan, hogy hogyan épül fel az Ószövetség szövege. Tehát kezdjünk is bele, nézzünk először néhány alapfogalmat. A Biblia az egy görög eredetű szó, és azt jelenti, hogy könyvek, tekercsek, iratok, ugye a büblosz szónak a többes száma. És ahogyan már említettem, a zsidó és a keresztény vallásszent könyveit szoktuk ezen a néven emlegetni. Ez tulajdonképpen még az ókorban, már a Krisztus utáni második század környékén kialakult ez az elnevezés ennek az új vallásnak, a kereszténységnek, meg a zsidó vallásnak, mint nem új vallásnak, hanem egy nagyon régi vallás, tehát magyarul a zsidó és a keresztény vallás szent könyveit már elég régen emlegetjük, egyszerűen csak így, hogy könyvek, biblia, görög szóval. Aztán fontos még néhány fogalmat tisztázni. Ugye a vallások számára a szentírás, a biblia könyvei azok, azok szent szövegek, Istentől sugalmazott szövegeknek tekintik őket, de azért, ha megnézzük ezeknek a szövegeknek a történetét, akkor azt látjuk, hogy azért itt ezeket emberek vállagadták össze, ezeket a szövegeket, tehát egy nagyon hosszú folyamat volt az, amíg egyáltalán tisztázódott az, hogy milyen szövegek képezik részét a Bibliának. Itt ö, érdemes megemlíteni, hogy érdemes tudni azt a fogalmat, hogy kanon, vagy kánonnak is szokták ezt mondani. Ez egy görög eredetű szó szintén, és azt jelenti, hogy zsinormérték követendő szabály. Ezt nem csak a Bibliával kapcsolatban használjuk ezt a fogalmat, hogy kánon, hanem beszélünk például irodalmi kánonról is, ami alatt azt értjük, hogy az irodalmi kánonnak a részei azok a szövegek, amelyeket igényes irodalmi szövegeknek tartunk. És a bibliai kánonnak a részei pedig azok a szövegek, amelyeket Szent Istentől sugalmazott szövegként fogadtak el annak idején. És azt a folyamatot, amely során eldől, hogy mely szövegek részei a kánonnak, és melyek nem, ezt a folyamatot hívjuk kanonizációnak. Tehát a kanonizáció az magyarul egyfajta törvényesítést jelent, szenti avatást, a Biblia esetében pedig egy-egy irat hitelességének az elfogadását. Nyilván az irodalommal kapcsolatban a kanonizáció az nem szentélvatást jelent, hanem azt jelenti, hogy, hogy egy szerzőt fölvesznek úgymond a, a fontos, komoly szerzők körébe. És, és ez, egy állandóan működő folyamat, hiszen, a, hiszen az irodalmi hagyomány, a művészeti hagyomány az folyamatosan változik, tehát a kanonizáció ebben az értelemben soha nem ér véget. A keresztény vallással kapcsolatban viszont már lezáródott a kanonizáció folyamata, hiszen jó pár száz, sőt több mint ezer éve le van az fixálva, hogy mely szövegek részei a kánonnak és melyek nem. Me, melyek nem. Na, sikerült ezt egy picit bonyolultabban elmagyarázni, mint amilyen valójában. Tehát magyarul emberek válogatták ki azokat a szövegeket, amelyeket szent szövegeknek tekintünk. Nem úgy volt, hogy egyszer csak egy isteni sugallatai hogy így, így lejöttek ezek a szövegek, és onnantól meg volt a Biblia, hanem nagyon sok szövegből ö, válogatták össze azt, amit szentnek tekintenek. És természetesen az nem azt jelenti, hogy ami nem került be a kánonba, azok értéktelen szövegek lennének, hiszen majd látni fogjuk az új szövetségnek, hogy nagyon fontos és nagyon érdekes szövegek kerültek be az apokrif iratok közé. Apokrifeknek hívjuk azokat a szövegeket, amik nem részei a kánonnak. Tehát azok is nagyon értékes szövegek, csak nem kerültek be a Biblia végleges változatába. Érdekesség még, kicsit a keresztény vallásról szólván, hogy kétféle biblia kánon is úgymond forgalomban van. Tehát, hogyha valaki katolikus vallású, nem ugyanazt a bibliát használja, vagy nem ugyanazzal a bibliával találkozik a templomban, vagy a hittanórán, tehát más szöveget fogadtak el kanonikus szövegként. A katolikus egyház ugyanis az úgynevezett tehát ezt mindjárt elmondom, hogy ez micsoda, a szeptuagintát fogadja el kanonikus ószövetségként. Ez már jó régen, a Krisztus előtti harmadik században kialakult, létrejött ez a szöveg. Ez tulajdonképpen a Septuaginta, az az ószövetségnek a görög fordítása, amit Alexandriában készítettek el. És azért hívják Szeptuagintának, a Septuaginta az azt jelenti, hogy 70, és a legenda szerint 70 tudós egymástól elzárva külön cellákban készítette ezt a monumentális méretű fordítást, és mégis a hagyomány szerint szóról szóra megegyezett a 70 fordítás. Nyilván ez a legenda azt támasztja alá, hogy ezek Isten által sugalmazott fordítások voltak. Tehát a Szeptuaginta az az Ószövetség görög fordítása, ami Alexandriában készült el a Krisztus előtti harmadik században, ez 46 könyvből áll, és a katolikus egy egyház ezt tekinti a kanonizált ószövetségnek. Még a protestáns kánon, tehát az a szövegváltozat, amelyet a protestáns templomokban használnak, vagy amelyvel a protestáns hittanon ismerkednek a, a, gyerekek, az egy picit rövidebb változat, és ez pár száz évvel később a jamniai zsinaton fogadták el ezt a változatot, ezt a jamniai változatnak is Nevezzük, ez Krisztus után 70-ben volt, és ez egy picit rövidebb, ez 40 könyvből áll. Tehát ez nem feltétlenül kell tudni, ez csak érdekességként mondom el, hogy nagyon nem arról van szó, hogy, hogy, hogy ezek kőbe vésett szövegek, hogy stílszerűek legyünk, hanem többféle kánon is lehetséges ö, ugyanabból a szövegből. És egy picit beszéljünk arról, hogy mi az alapeszméje, milyen gondolat, eszmevilág, hitvilág fogja össze az Ószövetséget, ami egy monumentális szöveg. Gondolom azért nagyon sok családban még mindig ott van a polcon a Biblia, és ha csak ránéztek, láthatjátok, hogy, hogy ez egy nagyon hosszú szöveg, ráadásul általában ilyen nagyon vékony papírra van, nagyon pici betűkkel nyomtatva, és mégis-mégis hatalmas. Tehát, hogy milyen alapeszme fogja össze ezt a hosszú szöveget. Ugye az egyik nagyon lényeges különbség a zsidó-keresztény hagyomány és az ókori görög-római hagyomány között az az, hogy a, a judaizmus és a kereszténység is már egy monoteista vallás. A mono az azt jelenti görögül, hogy egy. Tehát ez egy egyisten hit. Itt már nincsen több Isten, pláne nem annyi, mint mondjuk a görög mitológiában, hanem itt egyetlen Isten van. Ez egy nagyon lényeges különbség. A másik fontos különbség, hogy picit más az időszemlélete is a zsidó-keresztény hagyománynak, hiszen ennek úgynevezett lineáris időszemlélete van, ami azt jelenti, hogy a világ keletkezésétől a világ végéig tart. Tehát mind a zsidó, mind a keresztény hagyomány abból indul ki, hogy ennek a világnak egyszer vége lesz. Ez az ókori hagyományban ez, ez nem annyira volt jelen, az sokkal inkább ciklikus volt az idő, tehát újra és újra az élet és a halál körforgása váltotta egymást. Az egyetlen állandóság az az volt, hogy az istenek azok mindig, mindig ott voltak az olimposzon, de hogy legalábbis amennyire én tudom, nem, nem volt egy ilyen képzet annak, hogy egyszer lesz egy világvége, és ez az egész véget ér. Vagy ha volt, akkor utána újra kezdődött az egész, egész előről. Tehát ez egy nagyon-nagyon más világszemlélet az, amikor abból indulok ki, hogy, ez egy, hogy nem csak, hogy megteremtette egyszer az Isten a világot, de hogy ennek egyszer vége is lesz. Ugye ez egy egészen, egészen más szemléletet jelent, egészen más, hogy szemlélem a földi életet, hogyha ezt egy ilyen egyszeri utazásnak tekintem úgymond, aminek, aminek van egy eleje, és lesz egy vége. És amilyen a vége, olyan olyannantól kezdve az az olyan lesz örökké. Szóval nem tudom, sikerült ezt jól elmagyaráznom, de hogy egy lineáris időszemléletű és monoteista vallás a zsidó vallás, meg egyébként a kereszténység is, és az új szövetségnek az egyik nagyon fontos alapgondolata, hogy Istennek van egy kiválasztott népe, és ez a zsidóság. És a, ezzel a kiválasztott néppel az Úr szövetséget kötött, törvényeket írt neki, és Mózes révén aztán meg is erősítette ezt a szövetséget. Ez az egyik nagyon fontos alappillére az Ószövetségnek. De a másik nagyon fontos gondolat pedig az, hogy, hogy a zsidóság ugyanakkor az évszázadok során ö, bűnös lett, tehát úgy kvázi elárulta ezt az Istennel kötött szövetséget, és hogy éppen ezért egy idő után megjelenik az Ószövetségben az a gondolat, hogy jönni fog majd egy megváltó, aki által az Isten új szövetséget köt a zsidókkal, és akkor majd egy új szakasz kezdődik a zsidóság történetében. Tehát ez, a, ez az alapgondolat is már megjelenik az Ószövetségben, a profétai könyvek sorában. És ugye a leglényegesebb különbség a kereszténység és a, tehát a keresztény vallások és a zsidó vallás között az az, hogy a kereszténység hiszik, hogy a Nazareti Jézus ez a megváltó, akit megjósoltak az Ószövetségben, hogy ő valóban megszületett, és ugye meg is váltotta az emberiséget a bűneitől. Míg a judaizmus, meg egyébként az iszlám is azt gondolja, hogy, hogy Jézus egy proféta volt, egy elég fontos proféta, de nem megváltó, és nem jött még el a messiás, és tulajdonképpen arra még várni kell, hogy ez az új messiás eljöjjön. Ami a nyelvét illeti az Ószövetségnek, ennek a nagy része óhéber nyelven íródott, és egy kisebb része pedig arámi nyelven. És akkor nézzük nagyon gyorsan, hogy hogyan épül fel, milyen részei vannak az Ószövetségnek. Egyébként nagyjából ugyanez a logika érvényesül majd az Új Szövetségben is, azt látni fogjuk. Alapvetően három nagy könyvre tagolódik ez a monumentális szöveg. Ezeknek aztán sok-sok-sok alegysége, vagyis könyve van, de nem kell ezeket részletesen tudni. Az hogy az első rész, amit történeti könyveknek nevezünk, ez ahogyan a neve is utal rá, ez a zsidó nép történetét beszéli el és ennek az első öt könyve egy nagyon fontos szöveg, főleg a, a, judaizmusban, tehát a zsidó vallásban ez az, amit Tórának tekintenek, ez a törvény öt könyve, úgy is szoktuk nevezni, tehát a zsidóknál ez a Tóra, vagy időnként a görög elnevezéssel is találkoztak a pen, találkozhattak ez a pentateukus. Ebben van például a világteremtéséről, a bűnbeesésről szóló szövegrész, ugye ezt nevezzük Genezisnek, vagyis a Teremtés könyvének, ebben van az Exodus, vagyis a Kivonulás könyve, ami a zsidóknak a Egyiptomból való kivonulását írja le. Tehát az általában emlegetett uh, bibliai történetek a túlnyomó része ebben, ebben a szövegrészben van, tehát a törvényt könyvében van. Ennél részletesebben én most ebbe nem megyek bele. Az enyém, hogy történeti könyvek, amelyek a zsidóság történetét mesélik el, nem meglepő módon. Aztán a másik nagy egység a tanító vagy bölcsességi könyvek, amelyek már sokkal inkább a, a vallásnak a tanairól szólnak. Itt már megjelennek a példázatok, tehát amik már nem szó szerint történetek, hanem, hanem inkább ilyen bölcseleti szövegek, vagy például itt találhatók a zsoltárok. Ugye a zsoltár azt vallásos éneket jelent. 150 zsoltár van az Ószövetségben, és ezeket Dávid királynak tulajdonítják, tehát a hagyomány szerint Dávid a zsidók egyik királya ö, írta őket, de ebben van például, ebben a részben van az énekek éneke is, ami, egy, ami az egyik legérdekesebb szöveg az Ószövetségben, és egy kicsit fura is, hogy hogyan került oda, ugyanis az énekek éneke az nagyrészt szerelmes verseket, és ilyen esküvői nász dalokat tartalmaz, tehát így tökre nem illik egy ilyen vallási szövegbe, és erről meg is oszlanak a vélemények, hogy hogy került ez mégis bele. Van egy olyan értelmezés, amelyik azt mondja, hogy nagyon tudatosan, tulajdonképpen egy ilyen értékmentő célzattal ezeket a nagyon ősi törzsi énekeket, tulajdonképpen úgy is mondhatnánk, hogy ilyen népköltészeti alkotásokat akarták megőrizni azzal, hogy beemelték őket a szent könyvek közé, de van egy allegórikus értelmezése is az énekek énekének, -ének, amely azt mondja, hogy, hogy tulajdonképpen ez az esküvő, amit megjelenik, az az úr és a zsidó nép közötti szövetséget jelképezi, és hogy így kell értelmezni ezeket az esküvői szövegeket ez megint nem a én dolgom, hogy, hogy ezt eldöntsem, de az, az a lényeg, hogy az énekekének az egy picit így ki, kilóg ezek közül a vallásos szövegek közül. És az Ószövetségnek a harmadik nagy egység az a profétai könyveknek a sora. Ezeket általában két nagy egységre szokták osztani. Vannak az úgynevezett nagy proféták, belőlük csak négy van. Ézsaiás, Jeremiás, Ezékiel és Dániel. Ugye Jeremiás azért fontos, mert ő az, akinél először megjelenik proféciaként, vagyis jóslatként, az, hogy majd egy új szövetség fog köttetni az úr és a zsidóság között, és hogy majd eljön a messiás, tehát ő az első, aki ezt megjósolja. És vannak még a kisprofétai könyvek, vagy kis proféták, belülük, ha jól emlékszem, 12 van, például Jónás könyve is e, itt olvasható, ami majd nekünk a 20. századi magyar irodalomnál lesz kiemeltem fontos, hiszen Babics Mihály majd az ő történetét dolgozza föl a Jónás könyvében. És egyébként a nagy proféták meg kis proféták, ez nem azt jelenti, hogy a, hogy a fontos proféták meg a kevésbé fontos proféták, ez egyszerűen a terjedelmet jelentett, jelenti, tehát az úgynevezett nagy, profiták, azok, nagy profétáknak a szövegei, azok, azok, hosszabb, nagyobb terjedelmű szövegek. És hát ugye nagyon, nagyon sokat idézik az Ószövetségnek a szövegeit. Az egyik legnagyobb filmes közhely például, hogyha valami helyzet van, még visszatérve egy kicsit a Zsoltárokra, akkor a 23. Zsoltár szokott nagyon sokszor előkerülni, ugye ez az Úr az én pásztorom kezdetű Zsoltár, és az egyik leghíresebb filmes ószövetségi idézet, ahhoz, hoztam nektek ide ezt a képet. Ha még nem láttátok volna a Ponyvaregény című Tarantino filmet, akkor mindenképp javaslom, hogy pótoljátok. És ebben ez a Samuel L. Jackson által játszott tulajdonképpen bérgyilkos karakter. Mond el egy nagyon híressé vált ószövetségi idézetet, neki az a szokása, hogy minden, minden gyilko, tehát mielőtt végez valakivel ezt a nagyon komoly és szép Biblia idézetet mondja el, ugye Ezékiel 25-17. Ja igen, itt érdemes egy picit megjegyezni, hogyha a Bibliában akartok így navigálni, vagy szövegeket megtalálni, akkor általában úgy lehet megkeresni a szövegeket az új szövetségben és meg az ószövetségben is, hogy, hogy először jelzi a könyvet, ugye az Ezékiel könyvének a 25 részéből a 17. vers. Versnek hívjuk ezeket a egy-egy vagy egy-két mondatnyi egységeket a, a, Bibliában. Általában így szokták megadni a bibliai helyeket, de hát most már egyébként online biblia is van, tehát egy kontroll f is viszonylag könnyen tudsz keresni a Bibliában. Na de visszatérve ezért a 25 re tehát ez egy nagyon-nagyon híres Ószövetségi idézet, és a legérdekesebb Tulajdonsága ennek az, hogy nem létezik. Tehát, hogy, hogy ez az egyik legjobb filmes geg tulajdonképpen Hollywoodból, hogy ez egy nem létező bibliai idézet, nincs ilyen szövegrész az Ószövetségben, de nagyon jól, hogyha majd elolvassátok itt, kinagyítom még egyszer, és akkor meg tudjátok állítani, és el tudjátok olvasni, nagyon jól visszaadja az Ószövetségi proféciáknak a, a szövegvilágát, Hangulatát, és tulajdonképpen annyira jól össze van rakva, hogy akár még egy igazi ószövetségi idézetnek is elmenne, de nem az. Tehát, hogyha valaki ezt a részt idézi nektek a Bibliából, akkor tudjátok, hogy ez egy kamu bibliai idézet. Viszont nagyon jól példázza, hogy mennyire beleágyazódik a mi nyugati hagyományunk, a zsidó-keresztény hagyományba, és hogy mennyire fontos része ennek a Biblia a mai napig. Nos, ennyi lett volna ez a rövidke bevezető az Ószövetségről, hamarosan jelentkezem újra, sziasztok!